Jó estét kívánok, kedves nézőinknek! Ez az Oxigén Televízió esti híradója május 4-én csütörtökön. Az átlag felettiek a termőföldárak Győr-Moson-Sopron megyében. Gázpisztollyal támadt egy 72 éves férfi egy autósra Moson-Magyaróváron, és idén is lesz nagy sportág választó Tatán. A részletek hamarosan jönnek, de előtte mutatjuk, hogy melyek lesznek kiemelt témáink ma esti regionális híradónkban. 1 milliárd forintból újítanak fel 7 útszakaszt Tatabányán. A munkák ma kezdődtek, és jövő év októberére fejeződnek be. Ajándékkoncerttel jutalmazták a győri művészeti iskolák legtehetségesebb tanulóit. Nem csak a filharmonikus zenekar, hanem a tanulók is felléptek. Kijutna az EB-re a Graboplasz Győr sárkányhajós csapata. A versenyre a válogatót jövő szombaton rendezik. És felhős időre számíthatunk holnap, eső viszont nem valószínű. Adásunk végén jövünk a részletes időjárás jelentéssel. Összesen 7 útszakaszt újítanak fel Tatabányán a Modern Városok Program 1 milliárd forintos támogatásából. Nagy segítség ez a városnak, mivel az utakra ráfér a felújítás, de a költségvetés eddig nem engedte meg az ekkora mértékű beruházásokat, mondta Schmidt Csaba polgármester. A munkálatok ma kezdődtek, és várhatóan 2018. októberére fejeződnek be. Összesen 7 új szakasz újulhat meg Tatabányán a Modern Városok programban. A kormány 1 milliárd forintos támogatást adott a városnak, melyből a legfontosabb, legrosszabb állapotban lévő utakat újítják fel. Ebből 9 kilométer útnak a felújítását tudjuk megtenni, döntően fő tömegközlekedési utak, ahol buszközlekedés zajlik, tehergépjármű forgalom, az ipari parki megközelítéseket, illetve azokat az útszakaszokat, amelyeknek már olyan rossz az állapota, hogy nem tudják betölteni tenni a funkciójukat, és jelentős rekreációs kikapcsolódási lehetőséget biztosítanak. Két szempontból is fontos. Egyrészt a helyi gazdaság fejlődése, foglalkoztatási lehetőségek bővítése, a munkába járási lehetőségek tisztességes biztosítása, ez van az egyik oldalon. A másik oldalon pedig olyan utak kerültek be a felújítandók közé, amelyen keresztül a kikapcsolódási lehetőségeket tudják elérni a tatabányaiak, olyan külső, zárt kertes üdülőterületek megközelítésére lesz így lehetőség, ahol évtizedek óta próbálják meg kipihenni magukat és a munkaerőjüket megújítani. Ezekre nem volt a város költségvetésének forrása. A támogatás nagyon fontos a városnak, mondta el híradónknak Schmidt Csaba. Tatabányán eddig is zajlottak útfelújítások, de ezekre maximum pár százmillió forint jutott a költségvetésből, folytatta a polgármester. Koncentráltan jelenik meg a közlekedés, nem csak a tatabányaiakat, hanem a térségbelieket is ki kell szolgálni, hiszen ide jönnek ügyet intézni, ide jönnek dolgozni, ide jön a teherautóforgalom, ezért egy nagyobb terhelés van, többet kell vállalnunk, ezért nagyon fontos az, hogy a kormány ezt felismerte, és ehhez egy nagyon jelentős támogatást biztosított a város számára. Kritikus állapotban van az útszakasz, de ugyanez elmondható a Turul emlékműhöz vezető több mint 2 kilométeres útszakaszról is, amely 2 hét múlva hivatalosan is országos történelmi emlékhelyi rangra emelkedik, és azt élét el fogjuk helyezni a minisztériummal közösen. Ráadásul ökoturisztikai központ építését tervezi a város fönn a Turul mellett. Annak a megközelítése is nagyon fontos, hogy normális, biztonságos kulturált körülmények között történhessen. A munkálatok 3 utcában már a mai nap elkezdődtek, várhatóan pedig 2018. októberére mind a 7 érintett útszakasz elkészül. Az aszfalt helyenként nagyon sűrűn össze van repedve, pókháló szerűen össze van repedve. Ez azt jelenti, hogy az út teherbírása az építési időszak óta, ugye ez a 40-50 éve lecsökkent, és nem bírja el a mai járműforgalom terhelését. Ezeken a szakaszonkon kompletten felújítjuk az útpályaszerkezetet, tehát lesz alatt egy kb. 50-70 cm vastag komplet pályaszerkezet csere történik meg. Azokon az útszakaszokon, ahol nincs ilyen hálós repedés, ott pedig csak a felső kopó réteget, ez a felső 4-5 cm jelenti, ennek történik majd a marása, tehát a eltávolítása, és egy új aszfalt szőnyeg beépítése. A város célja, hogy a jövőben az összes rossz állapotban lévő út megújulhasson Tatabányán.
Kiugró áremelkedést hoztak az állami árverések a termőföldpiacon. Egy év alatt átlagosan 40%-kal nőttek az árak 2015-höz képest. Ez az Agrár Horizont című kiadványból derült ki. Az országos átlag 1,4 millió forint, Győr-Moson-Sopron megyében viszont csaknem 2 milliót kell fizetni egy hektárért. A gyengébb és jobb minőségű földek között átlagban 500-700 ezer forint árkülönbség tapasztalható. Aranykoronánként 40-50 ezer forinttal többet kell fizetnie a vevőknek a jobb földért, mint 2015-ben. Csökken az üzemanyagok ára pénteken, a benzinért 5, a gázolajért 3 forinttal kell majd kevesebbet fizetni literenként. A csökkentéssel a 95-ös és a dízel átlagára egyaránt 350 forintra mérséklődik. Legutóbb vasárnap csökkentek az árak, akkor 4, illetve 3 forinttal. Azonban az autósoknak érdemes odafigyelni a tankolás helyére is, hiszen elképzelhető, hogy akár 30-40 forintos különbség is lehet az egyes töltőállomások árai között. Előzetes letartóztatásba helyezte a Tatabányai járásbíróság azt a 15 éves kamaszt, akit azzal gyanúsítanak, hogy vasárnap hajnalban brutálisan megölt két hajléktalan férfit. A gyanú szerint a gyilkosságokat pár száz méterre egymástól követte el a fiatal. A környéken élőket megdöbbentették a történtek, azt mondják, az utcára is félnek azóta kimenni. Penészes ágymatrac a házak előtt, szétdobált ruhák és italos dobozok a homokozó mellett, nagyon sok a hajléktalan ebben a parkban. A 15 éves fiú egyik áldozata is éppen itt éjszakázott, amikor az ittas tinédzser rátámadt és agyonverte. Mécses jelzi, hogy tragédia történt, a környéken lakók híradónknak elmondták, a fiú rettegésben tartotta errefelé az embereket, gyakran tanyázott a közelben és barátkozott a hajléktalanokkal. 15 éves gyerek, hát ez ilyet megtenni. És kettőt, ez borzalom, borzalom. Meg vagyok botránkozva rajta, korosztálytól függetlenül, ugye, hogy ilyen megtörténik. Az ember nem is tud hirtelen mit mondani ilyen kegyetlen dolgokra. A környéken lakókat megrázták a történtek, többen úgy gondolják, a fiú nem egyedül követte el a megdöbbentő gyilkosságokat vasárnap hajnalban. Szerintem az is elképzelhető, hogy nem egyedül tette. Egy 15 éves, amit én láttam a tévében, egy elég gyeng, nem nagyon robosztus testalkatú fiatalember, egyedül két embert, hát annak a két szerencsétlen hajléktalannak is volt keze, lába, védekezhettek, szerintem nem egyedül tette, az az érzésem, és ezért félünk. Felröppentek olyan hírek is, hogy a fiút állítólag felbújtották, és társai ösztönözték arra, hogy jöjjön. El nem tudom képzelni, hogy ilyenre lehet biztatni, még akkor is, ha fiatal, meg akkor is, hogyha esetleg mondjuk alacsony szinten van a műveltség fokán, előfordulhat, de akkor sem. Tudom elképzelni. Úgy tudjuk, nem ez az első eset, hogy a fiatal hajléktalanokat bántalmazott, most viszont felelnie kell a gyilkosságokért. A Tatabányai járásbíróság előzetes letartóztatásba helyezte, az ítélet nem jogerős, de végrehajtható, mivel fennáll a szökés veszélye. A 15 éves általános iskolás kamaszt több ember sérelmére elkövetett emberöléssel gyanúsítják. Gázpisztollyal támadt egy 72 éves férfi egy másik emberre Moson-Magyaróváron, mert az kocsijával rátolatott egy ház melletti bokorra. Összevesztek, és a vita hevében került elő a pisztoly, amire egyébként a támadónak volt engedélye. Arcon lőtte vele vitapartnerét, aki ettől könnyű sérüléseket szenvedett. A 72 éves gyanúsítottat a kiérkező járőrök elfogták és előállították a rendőrkapitányságra, ahol kihallgatták az ügyben. Ajándékkoncerttel jutalmazta a művészeti iskolák legtehetségesebb tanulóit a Győri Tankerületi Központ. A cél az volt, hogy a fiatalok megtapasztalják, hová juthatnak el, ha komolyan veszik a tanulást és a gyakorlást. Az eseményen a Győri Filharmonikus Zenekar játszott, de a diákok is színpadra léptek saját hangszerükkel. Kiválók a kiválóknak! Ez volt a címe annak az ajándékkoncertnek, amelyet a Győri Tankerületi Központ rendezett meg. Az eseményre olyan tanulókat hívtak meg, akik dobogós helyezéseket értek el a különböző művészeti versenyeken. A zeneiskolában és művészeti iskoláinkban tanuló tanulók közül 201 olyan tanulónk van, aki nemzetközi, országos, regionális versenyeken helyezést ért el, és a tárgyi jutalmon kívül most szeretnénk egy nagyszerű élménnyel megajándékozni a gyerekeket.
A Klebersberg központ szakmai elnök helyettese azt mondta, örül az egyedülálló kezdeményezésnek, és azt szeretné, ha az országban máshol is követnék a példát. Minden díjazás motivációt jelent, minden dicséret motivációt jelent a gyerekeknek, ez az elsődleges ismérve a pedagógiának, ez lenne a legfontosabb, és szerintem jelen esetben itt most ez azért egy komoly motiváció, mert művészek adnak elő kis művészeknek, illetve bízunk benne, hogy leendő komoly művészeknek. Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő kiemelte, a tehetségek felismerésében nagyon fontos szerepe van a pedagógusoknak és a családnak is. Hogyha ez a három összeadódik, hogy a szülő észreveszi a tehetséget, a tanár segít a kibontakozásban, a gyermek pedig felnőttként majd meg tudja valósítani, illetve már gyermekként is kibontakoztatja a tehetségét, akkor kitűnő mérnökök, orvosok, szakmunkások vagy éppen művészek kerülnek ki az iskolákból, és aztán ők természetesen az országot és a nemzetet tudják gazdagítani. A koncerten a Győri Filharmonikus Zenekar mellett fiatal tehetségek is színpadra állhattak. Parasztolimpiát rendeztek Mecséren. A megmérettetésen 4-8 fős csapat bizonyíthatott olyan versenyszámokban, mint például a ganélapátolás, ostorcsattintás, patkódobálás és az asszonyhordás talicskában. Összesen 15 feladatot kellett végrehajtaniuk a résztvevőknek, akik futottak, estek, keltek és főztek, a nap végén pedig megválasztották a legnagyobb parasztot is. Javában zajlik az első mecséri parasztolimpia. Ennél a feladatnál a cél az volt, hogy adott idő alatt legtöbbször csattanjon el az ostor. Ez sokszor meg is történt, egészen addig, amíg az ostor végül nem bírta tovább a kiképzést. Ezen a versenyszámon kívül azonban számos feladat várt arra a négy csapatra, akik úgy döntöttek, összemérik ügyességüket a parasztolimpián. 15 feladatot kellett véghez vinniük a csapatoknak. Voltak benne erőt próbáló, gyorsságot igénylő, ügyességet igénylő feladatok, az asszonytolástól a ganérrallin keresztül, a kukoricamorzsoláson át, a vízlopóval történő vízhordásig. Nem annyira testhez álló, mert mi városi gyerekek vagyunk, és a talicskatolás, a szalmabálagurítás, a ganélapátolás, ez nem volt testhez álló, de megoldottuk. Érmével a kezükben iramodtak neki a játékosok, aztán jött a bor, majd 10 pörgés a rút körül, így kellett visszaindulniuk, lehetőleg egyenesen a többi csapattakhoz. Az nyert, aki előbb vitte vissza az üres poharakkal teli tálcát a rajthoz. Ez utolsó feladat, ez egy nagyon tanulságos, itt azért kellett szufla is, meg futni is kellett, meg hát az egyensúlyt is meg kellett tartani, és az borzasztó nehéz volt 10 pörgés után megtartani az egyensúlyt és egyenesen visszafutni. A versenyzőknek az agyukat is meg kellett tornáztatni, ki kellett tölteniük egy parasztesztet is. Mert a lónak az nem mennyi tojást tojik egy tyúk naponta. Egyet. Igen, de 25 óránként. Főzni is kellett a csapatoknak, azt pedig, hogy kinek sikerült ez a legjobban, a zsűri értékelte. Az eredményeket összesítették, ez alapján dőlt el, hogy ki lett az első parasztolimpia győztese. Mielőtt azonban ezt kihirdették, megválasztották a legnagyobb parasztot is. A legnagyobb paraszt címén zajlik a küzdelem. A legnagyobb parasztnak járó vándorkupát azt kapta, aki a legmesszebbre hajította a rudat. Az egésznapos megmérettetés nagyon jó hangulatban telt. A versenyzők mindannyian élvezték az első parasztolimpiát. Főztünk, futottunk, ittunk, nevettünk, estünk, keltünk. Ezután kiderült az is, hogy ki nyerte a megmérettetést. Azon kívül pedig, hogy a résztvevők érmet kaptak a nyakukba, életre szóló élményekkel gazdagodva térhettek haza az első meccséri parasztolimpiáról. Idén is lesz nagy sportág választó Tatán jövő pénteken és szombaton mintegy 30 sportágat lehet kipróbálni az edzőtáborban. Az ingyenes Sportexpon edzők szakemberek segítségével és közreműködésével gyermekektől a felnőtt korosztályig mindenki találkozhat a sporttal és az egészséges életmóddal. Mondta el híradónknak Kis Gergely, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, a sportág választó szóvivője.
a nemzetközi statisztikákhoz képest a szabadidős sportban le vagyunk már maradva, de ugye ilyen sportban jól állunk. Így a talán a sportág választónak az lenne a célja, hogy a gyerekeknek megmutatni azt, hogy van ilyen sport és van szabadidős sport, lehet választani. Ha valaki kisebb termetű, mozgékonyabb, akkor megvannak a megfelelő sportágak. Ha valaki kicsit lomhább, nagyobb termetű, vagy fizikailag erősebb a korosztályánál, akkor is megvannak. Ha valakinek vannak már kiskorban olyan fizikai problémái, egészségügyi problémája, ami miatt esetleg egy kevésbé aktívabb sportágat kell választani, akkor arra is vannak lehetőségek. Ma már, hogy a fogyatékkal élő különböző világversenyei, paralimpiái vannak, nincs kifogás az ellen, hogy valaki sportoljon, hanem igenis kell. El kell menni egy sportágat választani, és örömet lelni benne. Idén júliusban Szegeden rendezi az Európai Kajakkenu Szövetség a Sárkányhajó Klub Európa-bajnokságot. Az EB-re kijutna a Graboplasz Győr csapata is. Az egység egy jó téli alapozás után már most hetente többször is a vízre száll, hiszen a jövő héten Szolnokon rendezik a versenyre a válogatót. De a hobbistáknak is elkezdődik a szezon, a győri roadshow most szombaton lesz, a szurkolókat az aranypartra várják. Edzésre indulnak a sárkányhajósok, a Graboplasz Győr versenyzői általában az esti órákban szállnak vízre. A kormánylapát bekötésére nagyon figyelni kell, volt már, hogy egy rossz mozdulat miatt a gondolás a vízben landolt. Arra kell vigyázni, hogy nagy a hajó a kormánylapát kijön, és ezért kell alulról átkötni, mert így nem tud fölfelé kijönni, mert kanyarban, amikor fordulunk, akkor nagyon előre fölfelé meg kell húzni. És kiemelte a kormánylapát ott a két villámból. De az új hajóknál már van egy felső átkötés, és nem lehet ezt megcsinálni, tehát ez még jobb lesz. A sárkányhajó egy 12,5 méter hosszú kenu típusú hajó, amelyet elő sárkányfej, hátul pedig sárkányfarok díszít, de edzésen általában ezek nélkül bocsátják vízre a hajókat. A versenyen a 18-20 lapátos két oldalt, a dobosatta ütemre és egy kormányos irányításával hajtja előre a hajót. Véghúzza és megáll elől! Most! A sportág Dél-Kínából indult el hódító útjára. Egy-egy ázsiai vagy óceániai sárkányhajó fesztiválon ma is több száz hajó küzd egymással. Európában a 80-as évek végén kezdett ismerté válni a sportág, amely mára egyre inkább szabadidős tevékenység is. Az alapmozdulatokat ön is bárki percek alatt elsajátíthatja, így csapatépítő tréningeken is kedvelt tevékenység. Azok, akik hétről hétre járnak rendszeresen edzésre, az ország számos helyén már klubokban többenültek, hazai bajnoki és nemzetközi futamokon vesznek részt. Mint mindenütt, a győri csapatban is olykor cserélődnek az emberek. Az állandó mag mellett azért kellenek mindig az új arcok, mert mindenki a szabad idejében van itt. Ritmusérzék, meg ügyesség kell hozzá, de leginkább szorgalom és kitartás. Tehát, hogy amit leginkább tudni érdemes, hogy ez bárki, bármilyen korban elkezdheti, kitartónak kell lenni, és odaadónak, és akkor menni fog, és be tud illeszkedni a csapatba, és menni fog neki ez az evezés. És azt gondolom egyébként, hogy maga a légkör, a csapatnak a légköre, a vízitelep, a környezet, a természet, a sport, az egészség, a mozgás, tehát mind-mind csupa pozitívum, és amellett szól, hogy ezt érdemes kipróbálni és csinálni. A sárkányosok eddig a medencében versenyezhettek idén, de most már számunkra is indul a szabadtéri szezon. Május 6-án a Győri Roadshow-n elsősorban a baráti társaságok, iskolák csapnak össze. A klubok ugyanis már a következő hétvégi szolnoki válogatóra készülnek. A téli alapozásunk az nagyon jól sikerült, szerintem a csapat elég jó erőállapotban van. Most Szolnokon lesz két hét múlva egy válogató verseny, ott majd eldől, hogy mennyire vagyunk ténylegesen jó állapotban. Aztán az első magyar bajnoki futam is lesz egyben, tehát a válogató a szombati napon lesz, vasárnapi napon lesz az első magyar bajnoki futam, és ott majd elő, hogy tényleg milyen erőben van a társaság. Kész! Rögy! 3, 4, 5, 6, 8! Azok, akik a képek láttán kedvet kaptak, hogy kipróbálják mindezt, nos ne habozzanak. Nekik érdemes a sárkányhajó roadshow állomásait is feljegyezni. Május 6-i győri futam után, június 3-án Nagykanizsán és Balatonfüreden, 24-én Tokajban, július 29-én pedig Ráckevén szállnak vízre majd a sárkányok. Hétközi fordulót tartottak a labdarúgó NB2-ben szerdán. Térségünk két csapata megyei rangadót játszott egymással. A Sopron és a Moson-Magyaróvár csak úgy, mint ősszel, ezúttal is egy-egyes döntetlenre végzett egymással. A Dorog gólgazdag rangadót játszott Szolnokon, az Adok kapokból pedig a vendégek jöttek ki jobban 4-2-re győztek, ezzel pedig meg is előzték riválisokat a tabellán. 1 milliárd forintból újítanak fel 7 útszakaszt Tatabányán. A munkák ma kezdődtek és jövő év októberére fejeződnek be.
Ajándékkoncerttel jutalmazták a győri művészeti iskolák legtehetségesebb tanulóit. Nem csak a filharmonikus zenekar, hanem a tanulók is felléptek. Kijutna az EB-re a Graboplasz Győr sárkányhajós csapata. A versenyre a válogatót jövő szombaton rendezik. Ma este sem maradunk programajánló nélkül. Tömördi Szabina már itt is van a stúdióban a térség legjobb kikapcsolódási lehetőségeivel. Szia, Szabina! Szia és köszöntöm a kedves nézőket! Múltunk élő kincsei Moson-Magyaróváron, a kiállításon a Flash Központ felnőtt kézműves műhelye és gyermekkézműves szakköre mutatkozik be, az ő alkotásaikból áll össze a tárlat. Az ünnepélyes megnyitón közreműködik a Kislaptáros Népzenekar is, pénteken délután 5 órától a Flash Központban. Aztán Hangraforgó Klub Szívem körül hajladozol. Ezúttan Kalász László verseit hallhatják megzenésítve az érdeklődők, a klub vendége pedig Molnár György képészmérnök, fotós, karikaturista lesz. Hangraforgó Klub pénteken délután 5 órától a Dr. Kovács Pál megyei könyvtár és közösségi térben. Aztán Sztárcsinálók Tatabányán a rockopera szellemes játékos anakronizmusokkal, mai áthallásokkal az ókori Rómában játszódik. A Sztárcsinálókat pénteken este 7 órától láthatja a közönség a Jászai Mari Színházban. Most pedig nézzük, hogy milyen időjárás várható a következő napokban. Változóan felhős lesz az időjárás pénteken, az előrejelzések szerint Magyarország északnyugati felében már borult idővel kezdődik a nap, hajnalban 12, reggel pedig 17 fokra lehet számítani. Pénteken délután is marad a változóan felhős idő, 17-18 fok körül alakul a nappali maximum. Péntek estére 13-16 fokot jósolnak a meteorológusok. A következő napokban az eső is megérkezik északnyugatra hosszú távú előrejelzések szerint. Szombaton még nem fog esni, inkább naposan alakul az időjárás, reggel és este 10 nap közben 22 fok lehet. Vasárnapra már mondanak csapadékot a meteorológusok, a nap elején és végén 12, nap közben pedig 21 fokra lehet számítani. A hétfő változóan felhős, inkább napos lesz, reggel és este 13, nappal pedig 18 fokkal. Kedves nézőink, Önök az Oxigén Televízió műsorát látták május 4-én csütörtökön. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Friss híradóval legközelebb holnap este 7 órától várjuk majd Önöket ide a képernyők elé. Tartsanak velünk akkor is, jó éjszakát kívánok, a viszontlátásra!